hallom, ma valaki nagyon korán fölkelt. Boldog szülinapot, Zsoli! Zsoli fölkeltett. Te is mindenkit felvertél a szülinapodon. De ez más volt. Az az én szülinapom volt. Ma pedig Zsolinak van a születésnapja. Boldog szülinapot, Zsoli! Itt az ajándékod, Zsoli. Dino! Tudtam, hogy megint valamiféle dinoszaurusz lesz. Nyomd meg a pociát! Jaj, ez túl ijesztő! Zsoli, készítettem neked egy köszöntőlapot. Kitalálod, mit ábrázol? Zsoli nem tudja. Virágot akartam neked festeni. Zsoli nem szereti a virágokat. De végül aztán mást festettem. Egy dinót! Nagyon szép kép, Peppa. Igen, tudod, én jól tudok festeni. És most Zsoli születésnapja tiszteletére egy különleges helyre megyünk. Ibi, menjünk! Hova megyünk? Meglátod. A család elindul Zsoli ajándékprogramjára. A cirkuszba megyünk? Nem, de ez ugyanolyan lesz. Akkor moziba? Nem, sokkal jobb helyre. Nem bírom kitalálni. Vajon hová mennek? Megjöttünk. A család megérkezett a múzeumhoz. Miért vagyunk egy múzeumban? Gyere, meglátod! Mi lehet Zsoli ajándékprogram? Vi! Én vezetek! Ez nem verseny, Peppa, csak egy kerékpáros kirándulás. Igen, papa, de akkor is vezetek. Most már mi vezetünk? Nem szeretek biciklizni, túl nehéz. Peppa, mi győztünk? Nem, papa, mert én most nem versenyeztem. De most már igen. Nem értek utol. Te huncut kis malac. Sziasztok, kacsák! Nézzétek, kerékpározunk! Sziasztok, kacsák! Már elfelejtettem, milyen jó biciklizni. Azt is, hogy milyen nehéz felfelé tekerni. Az út egyre meredekebb. Nem szeretek felfelé tekerni. Nézzétek ezt a szép tájat! A minden itt, ez írtó kemény munka. Mama, hát te nem is tekersz. Ne haragudj, csak élveztem a kilátást. Peppáék felértek a domb tetejére. Peppa barátai is itt vannak. Szia, Peppa! Sziasztok! Bicikli versenyt fogunk rendezni. Peppa, te is akarsz versenyezni? Rendben! Akkor, ha lefelé versenyzünk. Rendben. Peppa és barátai lefelé fognak versenyezni. Készen álltok? Készen! Akkor startoljatok, amikor megnyomom a dudát, így. Van itt benzin, pumpa a gumikhoz, és egy vadonatúj automata kocsimosó. Két jégkrémet kérünk. Már is? Kutya nagyapó műhelyében sok minden kapható, még jégkrém is. Köszönöm! Viszlát! Viszlát! Szeretem a kocsinkat. És a kocsink is minket, ugye? Jaj, a kocsi leállt. Baj van, nem indul. Megvan! Felhívom kutya nagyapót. Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Danny, autót kell mentenünk. Jippi!
Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Dani és Kutya nagyapó! Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz. Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppáékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel. Köszönjük, kutya nagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok! Egy játékvonat! Ez nem játék, ez Gertrude, egy miniatűr gőzmozdony. De nem kell neki sín, amin közlekedhet? Nem kell, autókerekeket szereltem rá úgy, hogy arra megy, amerre akar. Nagypapi, kipróbálhatjuk Gertrude-ot? Szálljatok be! Teljes gőzzel előre! Viszlát, Nagyi! Sziasztok! Pepának és Zsolinak tetszik nagypapi kis vonata. A vonat mondja si-hú-hú, si-hú-hú, si-hú-hú. A vonat mondja si-hú-hú, naphosszat. Malac mondja röf-röf-röf, röf-röf-röf, röf-röf-röf. A malac mondja röf-röf-röf, naphosszat. Megjött kutya nagyapó Dani kutyával. Sziasztok! Szia, Dani! Látom, játékvonattal játszotok. Játék? Gertrude nem játék! Milyen az a mini kamion? Mini kamion? Az én vontatóm egy nagyon erős munkagép. Nagyapó, felülhetek a vonatra? Te döntesz, ha inkább vonatokkal játszol, hát akkor... Köszönöm! Viszlát! Júl néni az iskolabuszt vezeti. A bal oldalon pedig dombokat lehet látni fákkal. Sziasztok! Szia, Peppa! Zel van a játszótér. Rendben, sétáljunk. Indulás! Játszani megyünk, játszani megyünk. Ó, hová tűnt az ég? Ne félj, Peppa, ez csak köd. Mi ez a köd? Felhő, ami nem az égben van, hanem a talaj fölött. Nagyon sűrű. Nem látok semmit. Talán jobb lenne hazamenni. Igen, majd máskor megyünk ki a játszótérre. Túl sűrű a köd, úgyhogy haza kell menniük. Na igen, de merre van a haza? Eltévedtünk, papa. Ne félj, pontosan tudom, hol vagyunk. Erre. Ki tette ide ezt a fát? Papa neki ment egy fának. Nem esett bajot, papa? Nem hát, jól vagyok. Erre? Papa malac, tudod te, hogy merre mész? Hát persze, hogy tudom. Szerintem soha nem fogunk hazatalálni. Dehogy nem, Peppa. Már a kertünkben járunk. Ó, a kacsák! Hello, kacsa néni! Nem találjátok a tavat? Mi is eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Tudom, hogy hol vagyunk. Viszlát, kacsák! Találjátok meg a tavat! Papa meg... Gyerekek,
Jótékonysági vásárt rendezünk, és a bevételéből új tetőt csináltatunk az iskolának. Hurrá! Mindenkinek hoznia kell valamit a vásárra. Mit hozzunk? Hozhattok régi játékot, vagy bármit, amit már nem használtok. Miau. A szülők megjöttek a gyerekekért. Indulás haza! Ne felejtjetek holnapra régi játékokat hozni a vásárra. Peppa játékot választ a vásárra. Peppa, választottál már? Elég egyet kiválasztani. Igen, és azzal segíthetsz új tetőt csináltatni. Jó, akkor szerintem legyen ő, Dino bácsi. Dino bácsi Zsoli kedvenc játéka. Peppa, Dino bácsit nem adhatod oda. Nem. 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 Hát jó. Bocs, Zsoli. Dino! Miért nem adod oda a régi krampuszodat? Jó. Most eljössz, papa. Mi? Mindenkinek be kell adni valamit. Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan! A tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan! Papa régi székét! De hát ez antik darab! Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. Papa rátok adja a karúszókat. Tessék, Zsoli, az uszonyaidban felnőttnek látszol. Most az enyémet. Helyes, most már mehetünk a vízbe. Zsoli először jár a strandon. Először tedd az egyik lábad a vízbe. Most próbáld meg a másikat. Talán jobb, ha mind a két lábát egyszerre. Remek ötlet. Ügyes vagy, Zsoli, de nem kell annyira csapkodni. Megjött Rebeka kisöccsével, Richard Nyuszival. Szia, Rebeka! Sziasztok! Richard, kapaszkodj a deszkába, és gyakorold a lábtempókat. Zsoli, van kedved megpróbálni a lábtempót? Ügyesek vagytok, de ne fröcsköljetek! A nagy gyerekek nem fröcskölnek. Már ügyesen úszunk. Ha Zsoli és Richard nagyobbak lesznek, akkor ők is tudnak majd úszni, mint mi. Ugye, Rebeka? Igen. Oh. Richardnak van egy játéköntöző kannája. Hagyd abba, Richard! Ó, jaj, Richard belejtette a kannát a medencébe. Peppáik megérkeztek Chloéékhoz. Szia! Sziasztok! Szia, Peppa és Zsoli! Ez itt Chloé, Peppa és Zsoli unokatestvére. És hol az új unokatesó? Itt az új unokatestvéretek. Az új unokatestvér egy aprócska babamalac. Ó, milyen gyönyörű! És vajon kislánya baba? Nem, ez egy fiú. Ó, jobb lett volna, ha lány. Nekem is. Zsoli örül, hogy a baba fiú. Dino! Ő túl kicsi, hogy a dinoszaurusszal játszon. Zsoli, a kisbaba nem veled akar játszani, hanem velem. Peppa, ő még túl kicsi ahhoz, hogy labdázzon. De ha se labdával,
S a dinóval nem játszik. Mit csinál? Eszik és persze alszik. És ezt csinálja. Malac néne, megfoghatom a babát? Igen, ha vigyázol rá, megfoghatod Alexandert. Alexander? Úgy hívják, Alexander baba. Komoly név egy picike malacnak. Aranyos, dacára, hogy fiú. Ó, mi ez a szag? Lehetséges, hogy ki kell cserélni a pelenkáját. Undorító! Peppa, kiskorodban neked is volt pelenkád? Nekem nem volt! Mama, játszhatok Peppával és Zsolival a kertben? Igen.